A falu igen belterjes módon működött. Lejött a parancs a központból, többnyire postán, s minden egyéb az önszerveződésre volt bízva. Ment minden, mint a karikacsapás, közös lett a cséplőgép és a határ, tintásúlyú a béres legény. Lukácstól nem volt mit rekvirálni, mert így nevezték a környéken, amit csináltak. Ezért hívták őt is, de nem ment. Pedig neki sokan könnyebben adták volna, féltek tőle, s tiszteletet parancsoló fellépése sok méter kötelet mentett volna meg. Sok gyermek nem maradt volna árva, ha ő azt mondja, ezt most elviszük elek, de hidd el, hogy visszakapod majd, ha élünk. Mégsem ment, nem tudom miért. Nem a nagy lélek tette, nem is a tunyaság. Ebben a faluban ez a két dolog ismeretlen volt. Nagy lélek, nagy gondolat nem született, mert megfojtotta a savanyú szőlőből préselt lőre, s a pálinka. Tunyaságot pedig sem a gazdák, sem utódaik nem engedtek sem maguknak, sem egymásnak. Csak valami emberség tehette, s nagyot nőtt a falusiak szemében. Neki és három barátjának elhitték a repülést, a parázsevést, mindent. Ki vagy te, Lukács? Kérdezte egyszer könnyes szemmel nyögve az egyik megkéselt, mikor még mindketten fiatalok voltak. Vagyok, aki vagyok, szólott ő, és újra szúrt. Valóban, a kegyetlen és irgalmas Isten volt ő, öntörvényű és messzire látó, mondta a tiszteletes a temetés után, mikor bezárta a templomot. Másnap vízzel árasztották el a falut, és egyetlen élő teremtmény sem maradt a környéken. Azt mondják, akik később arra merészkedtek, hogy lélek repült el a vizek felett. S néhol megállt. Lebegett. Járom gyalog az utakat, de meg is van a látszatja, mert bizony sokszor korgógyomorral fekszik le a vendégmunkás, s álmodik mindenfélét szalonnával, hazaival. És barátoknál lakik, vagy munkásszállón, ruhái a földön vannak, polcon, sporosodnak, mint az emlékei. A ház kulcs, a bicska rozsdásodik, s véle együtt a széke is. És hiába mormogja esténként elborult tekintettel, hogy a székely nem alkuszik. Alkuszik az, csak keresnék meg végre egy akármilyen ajánlattal. Alszik, ha tud, s másnap megint tovább megyen. Nagy-nagy sugárúton kicsi székely legény. Sok-sok kocsi között, egy szál harisnyában, batyúval a hátán, gyalog. S zsebéből sejde kikandikál piros útlevele, melynek mállékony műanyag lamináltságát egész világ szídja, de leginkább jó magam, mert ha Lassed miatta a vámos, elcseszi bimbózó emigrációmat. Árva itt az ember, s csak a saját fajtájára számíthat. Mégis szövetség ez valahol, ugyan nem szent, de nem is segbete tovált. Látom a pofáján rögtön, kijött otthunnan. Borbála nehezen szedte a levegőt. Sokáig futott, mert tudta, hogy a prépost pribékjei bármikor utolérhetik. Kell nekem a gyerekem, mennydörögte a prépost. Majd felneveli valaki titokban, vidéken. De Borbála nem akarta odaadni. Másként úgysem állhatok bosszút rajta, gondolta, csak ha elveszem tőle. Az erdő széléhez érve nem bírta tovább, leragyott. Alig érte el feneke a nedves földet, irtózatos fájdalmak törtek rá. Nem mert sikítani, hogy üldözői ne találják meg. Ezért egy faágat szorított a fogai közé, és azt harapta, ahogy sűrűsödtek a fájások. Könnyű szülés volt, ha létezik olyan, hogy könnyű szülés. Borbála ölbevette a kicsi kék fiúcskát, és a melléhez szorította. Hatalmas keble volt, a legszebb a szolgáló lányok között. A pap is ezért vetett rá szemet. A gyermek nehezen lélegzett, nem sírt, nem szopott, nem is kereste a mellett. Borbála megszorította, majd még erősebben szorította, és végül minden erejét beleadta, és annyira megszorította, amennyire csak kitelt inas keze erejéből. A pribékek nyugodtan haladtak. Levadáztak már annyi szökött jobbágyot, hogy tudták, csak idő kérdése, és megtalálják a lányt.
viszont éppen az idő, és csak az idő izgatta Szentét, a vezetőjüket. A prépost pénzt ígért, ha meg lesz a lány, de főleg a gyermek, és kerékbetörést, ha nem találják meg időben. Ám hiába sürgette a csapatot, a nyakas dunántúli zsoldosok azért sem siettek. Szegény vénember, elmélkedett Szente, hogy oda van azért a nyomvat fattyúért, pedig azt sem tudja, fiú lesz vagy lány. Hiába akkora úr, mégiscsak nyomorult abba a legutolsó jobbágynál. A kutyák már rég szagot fogtak, valósággal örjöngtek. A szülés előtt álló nőszaga erősebben hatott rájuk mindennél. Mostanra aztán egészen megbokrosodtak, kitépték láncaikat a pribékek kezéből, és az erdő szélén megállva égtelen ugatásba kezdtek. Szente kétségbe esetten nézte a halott gyermeket. Az égre pillantott. Vadludak röpültek délre. Nem ásta el, mondta hangosan. Csak egy kis friss avart kapart rá. Ősz van. Egészen döbbenetes volt, ahogy a tisztes stuttgarti milliomosok munkaidő végeztével, hatalmas és számunkra felfoghatatlan Mercedeseikkel kisuhantak az erdőbe. Tréningnadrágba bújtak, és futottak vagy 400 kilométert. Majd visszaültek a masszírozó ülésekkel felszerelt autóikba, és hazamentek, nyilván boldog családi életet élni. De nem csak a középkorú és vagy kapuzárási pánikban szenvedő polgárok jöttek, hanem kiskölykök és nagy nyugdíjasok is. A gyerekek biciklivel száguldottak, általában csak a hátuk közepét láttuk olyan gyorsan, és minden elégtételünk az volt, hogy ők viszont úgysem fogják meglátni soha. A nyugdíjasok pedig két furcsa bottal lépegettek, olyat énképpen, mint akinek a hátsójára lépett egy bálna, aludtában. Meg kell mondanom, hogy először gonoszul kiröhögtük őket, pedig tudhattuk volna, hogy az nevet, aki utoljára, meg hogy a világban rend van, az univerzum egyensúlyra törekszik, ezért a bűn mindig elnyeri méltó büntetését, és elég gyakran azonnal nyeri el. Nem történt ez másképp velünk sem a stuttgarti sötét erdőben, hol írói önmagamban halva találtam a játszimenőt. Alig röhögtük el ugyanis utolsó gonosz röhelletünket, amikor jött egy 90-nek kinéző néni, két ilyen bottal, de olyan tempósan, hogy az ütő megállt bennünk. Kicsit megálltunk hát mi is, és azon mód megelőzött.